Elsőként az óvodások vették birtokba a felújított játszóteret a Józsavárosban. Új mászóvár, forgókorong és rugós játék várja a gyerekeket, a biztonságukról pedig a munkálatok során elhelyezett, gumiból készült ütéscsillapítók gondoskodnak. Szeretnénk a városlakókat, illetve nem csak ezen a területen, hanem az egész város területén. Szeretnénk egy komfortosabb, a gyerekek számára egy biztonságosabb játszóteret, illetve parkokat biztosítani, ahol megújul a zöld felület, kicserélésre kerülnek az utcabútorok, és minden olyan jellegű zöld felület megújulás, ami azért a város élhetőségét is biztosítja. Éppen ezért nem csak a játszótér szépült meg, a Nyírvévé több mint 22 millió forintból 5000 négyzetméteren újította fel a közösségi teret a Józsavárosban. Ennek keretében többek között helyreállították a sétányokat, mintegy 800 négyzetméterrel növelték a zöld felületet, és közel 2000 új növényt is ültettek. Tipikus példája ez a felújítási program a közösségi szintereknek. Kezdtük a játszótérrel, a gyerekeknek, de már fákat ültettünk, cseréket, virágokat, összejön a füvesítés, jövőre pedig a sportpályákat is felújítjuk, felmerült, hogy egy firagóriát is építsük, esetleg egy szalondasütőhelyet. Kovács Ferenc azt is elmondta, Nyíregyházán összesen 97 játszótér található, ezekből 30 újult meg 2013 óta, idén pedig még további 3 új játszóteret adnak át.